Csajok, ez már tényleg túl sok. Ők továbbra is sározni fognak minket, és még mit tehetünk? Igen, Diana, túltolták, és mi itt nem bírunk semmit se tenni. Tennünk kell valamit velük. Muszáj valahogy zavarba hoznunk őket. Csajok, sürgősen ki kell találnunk valamit. Nem engedhetjük meg, hogy besározzanak minket, a suli sztárjait. Diana, mit tanácsolsz? Ha te egy szót mondasz, ők tizet. Általában kibírhatatlanok. Csajok, muszáj kitalálnunk valamit, amit ők nem bírnak megcsinálni. Diana, semmit nem tudnak megcsinálni, csak döglenek az ágyon. Komplett lúzerek. Semmi sem érdekli őket, még csak nem is sportolnak. Ennyi. Csajok, ők nem sportolók és sosem foglalkoztak sporttal. Van egy ötletem. Diana, milyen ötlet? Csajok, jóga. Diana, nem is tudunk jógázni. Csajok, mi bírunk mindent, ők pedig semmit. Pontosan így fogjuk őket jól helyre rakni. Egyezem. Várj, Diana, egyedül fogjuk csinálni a jógát? Miért egyedül? Vannak kosarazóink. Ők meg majd csinálják a saját fiúikkal. Nagyon szórakoztató lesz, Diana. Nem fogják kibírni. Csajok, muszáj győznünk. Nasztja, mivel nincsenek fiúink, én leszek veled. Persze, jaja, mint mindig. Nasztja, hidd el, mindent együtt csinálunk majd. Én nagyon hajlékony vagyok. Na, csajok, menjünk a kosarazóinkhoz. Remélem, hogy beleegyeznek. Csak próbálják visszautasítani. Fúj, milyen büdös van itt. Igen, a focisták után mindig büdös van. És ők mit csinálnak az edzésen? Semmit sem csinálnak, valószínűleg nem mossák a mezeket. Fúj, Bravasti, te mosod a mezedet? Hello, csajok! Miért rögtön Bravasti? Itt a focisták voltak. Fiúk, nem muszáj mindenért a focistákat okolni. Csak sűrűbben kell mosni a mezeket. Mi folyamatosan mossuk a mezeinket, különben is ti mit felejtettetek az öltözőben? Fiúk, először meg kell ígérnetek, hogy beleegyeztek. Beleegyezünk. Kiváló. Muszáj elintéznünk ezeket itt. Leszégyeníteni. Konkrétan leszégyeníteni. Nem, csajok, ez a lerendezés nem hangzik jól. Azt hittük, meghívtok minket étterembe. Vagy diszkóba táncolni egy kicsit. Fiúk, semmiképp sem fogjátok megbánni, hogy beleegyeztetek. Jógázni fogunk. Párban. Mi benne vagyunk. Ez szuper. Ti melegítsetek be. Mi meg meghívjuk ezeket a lúzereket. Csak próbálják visszautasítani. Páros jógázni menő. Mutassuk meg, milyen hajlékonyak vagyunk. Ó, Maruska, ma olyan jó meggyes gombócokat ettem. Az Istenért, Júlia, ne dicsekedj, itt mindenki éhes. Hoppá, üzenet. Pompom lányok. Ó, én is kaptam SMS-t. Én is. Én is. Én is. Mi? Mit írnak? Megbolondultak ezek? Valamit kínálnak nekünk. Jóga? Srácok, az vagány! Nem, srácok, én nem megyek, nincs pénzem. Hát nem értitek, hogy miért hívnak minket jógára azután, hogy leszégyenítettük őket? Valószínű bosszút akarnak állni. A jóga nem nekem való. Fiúk, mit csináltok? Ha nem megyünk el, ki fognak nevetni? Pont azt akarják. Aha, igen, azt hiszik, hogy majd megijedünk. Tudjátok mit? Azt hiszem, hogy bele kell egyeznünk. Ezek a pompomlányok idegesítenek már egy jó ideje. Főleg Diana és Jana. Kostya és én olyan piramist mutatunk. Tudjátok mit? Patrik, gyere ide, megmutatjuk, hogy mit tudunk. Gigi, tényleg tudsz valamit csinálni? Tudok, képzeld el, milyen nehéz ezt megcsinálni. Hát nem tudom. Gigi, a jóga nem csak a lótusz póz. Tudod, milyen sok jóga póz van? Nézd. Gyerünk, emberek! Teljesen leverjük őket. Letapossuk őket. Igen, letapossuk. Gigi, gyere! Így van, siessünk. Fenébe. Aggaszt, hogy nem válaszolnak. Kell egy kis idő, amíg elolvassák. Diana, ne aggódj. Ha nem jönnek ide, akkor mi lemegyünk és személyesen felvezetjük őket ide. Csajok, lassan, nyugodjatok le, jönni fognak. Tudják ők, hogy ha nem jönnek, hogy fogunk rájuk tekinteni. Mint a lúzerekre. Mi van? Nem számítottatok ránk. Ó, megérkeztetek, örülünk, hogy látunk titeket. Üdvözöllek titeket. Nem tudtuk, hogy ilyen bátrak vagytok. Ma pedig jógázni fogunk. Jóga, jóga. Figyeljetek, srácok, mi nem félünk a jógától. Igen, megettem a meggyes gombócokat, és nem félek a jógától. Patrik, készen állsz? Én mindig készen állok. Na gyere ide! Hát emberek, mi pomponlányok vagyunk. És kosarazók. Mi majd megmutatjuk a feladatot, és ti majd ismételitek. És az, aki nem fogja tudni... Az lúzer! Készen állunk. Majd mutatunk jógát. A gombócaim meg fognak menteni. Na szóval emberek, az első póza jógában a könnyebbekkel kezdünk.
Emberek, nézzétek, úgy néznek ki, mint a tehenek. Nem fog nekik sikerülni. Ezt nézzétek! Jön a gyorsabban nehéz. Türelem, le kell győznünk ezeket a lúzereket. Nastya, nehogy eltört a hátam, nehéz vagy. Nyugi, könnyű vagyok, mint a toll. Azta, sikerült nekik. Nem fontos, mi tudjuk ugyanezt. Hát, nekünk sikerült, most rajtatok a sor. Képesek vagyunk rá, Maruska és Artyom. Artyom, add a kezed, én veled vagyok párban. Igen. Gyigyi és Patrik, sikert arat. Dima, tudjuk mi ezt? Igen, könnyű. Gyerünk. Hát, srácok, sok szerencsét. Sok szerencsét. Ravaszti, ők le fognak esni. Nastya, már most sajnálom őket. Nézd csak rájuk, ők és a jóga. Artyom, csak ne dönts le. Nem foglak ledönteni. Artyom, a legfontosabb, hogy felemeld a fejed. Júlia, mindent meg fogok tenni. Remélem. Gyigyi, gyorsabban mász. Mászok, Patrik. Jana, ez az első páros, aki leesett. Dobj egy ötöst. Mekkora mellélövés. Dima, csináld meg ezt szépen. Minden rendben lesz. Figyú, Patrik, ez azért van, mert leestél. Gyigyi, helytelenül helyezted el a kezeidet a gerincemen, ennyi. Én mindent jól csináltam, ellentétben veled. Nem igaz. Stop, stop! Haragod félre! Három párnak sikerült. Minden elismerésem. Most pedig a második feladat. Sikerülni fog a második feladat is. Artyom, szuper vagy, sikerült. Dima, mind sikerülni fog. Persze, hogy sikerülni fog. És akkor a második póz, a struc póz. Artyom, ez könnyű, majd én megtartalak. Kiváló, Maruska. Ugye nem rontjuk el ezt a feladatot? Megígérem. Csak próbálj leesni. Dima, sikerülni fog? Persze. Ez az? Srácok, ez nem a struc póz. Ez elrontott póz. Teljesen elrontott. Sem a fiúk, sem a lányok nem tudták megmutatni. Megbuktatok. Követelem a következő pózt. Mi is követeljük. És akkor a harmadik póz, a szék. Remélem, hogy ezt nem bukjátok el. Igen, ez könnyű. Ne panaszkodj, Patrik, könnyű. Emberek, nézzétek, mindenkinek sikerült! Nekünk van erőnk! Na most kicsit nehezebb feladatok jönnek. Most következik a háromszög póz. Fenébe, Artyom, nem bírjuk, nehéz. Sikerülni fog. A fenébe megbukunk ezen a feladaton. Nem fogunk megbukni. Patrik, ha megbuksz ezen a feladaton, megverlek. Gyigyi, te csináld meg a főelemet egyedül. Megcsinálom. Na, emberek, gyerünk. Csináljátok meg a saját feladatot. Csajok, biztos, hogy megbuknak ezen a feladaton. Smiley, nekem nagyon tetszik a jóga, neked. Nekem is. Artyom, nehogy leesd. Nem fogok leesni. Artyom, láttad? Júlia, ne aggódj, sikerülni fog. Remélem. Emelj. Menni fog. Gyerünk, gyerünk, Patrik, emeld! Legalább megpróbáltuk. Emberek, valahogy nem megy nektek a jóga. Ez azért van, mert nem sportol. Igen, mi pedig sportolók vagyunk. Mi plastik pompom lányok vagyunk. Vártunk a következő pózra!
És a következő is egyben utolsó póz, a négyzet. Ha nem tudjátok megcsinálni ezt a pózt, akkor... Lúzerek vagytok! Négyzet? Ne aggódj, Kostya, sikerülni fog. Négyzet. Csak sikerüljön. Nézzétek, ők sem tudják megcsinálni. Ezek a matracok túl kemények erre a feladatra. Diana, amúgy csődbe ment a küldetésünk. Csak az a fontos, hogy ezt ne adjuk a tudtukra. Most ti! Fantasztikus négyzetet csináltunk, most rajtatok a sor. Na hát, jaj, te olyan jól hazudsz. Emberek, nem sikerült nekik a feladat, még akkor is, ha azt mondják. Ezért kell nekünk győznünk. Gyerünk! Smiley, ne neves, a mi négyzetünk sem volt jobb az övékétől. Istenem, csak el ne kezdjenek most gyakorolni. Hát láttátok a négyzeteinket? A mi négyzeteink jobbakat éljetek től. Patrik és én csináltuk a legjobb négyzetet. Nem, emberek, ti nullák vagytok a jogában. Nektek még sokat kell gyakorolni. Mi? Meghívtatok minket és leszégyenítettetek? Igen, mert ugyanolyan négyzeteket csinálunk, mint ti. És a V3-szögünk jobb volt, mint a tiétek. És ti sportolók mindannyian Ferdináltok. Na ne, veszekedni akarnak. Halkabban mi sem voltunk tökéletesek. Ne mondd ezt, mi tökéletesek vagyunk. Így van, mi tökéletesek vagyunk, ti pedig lúzerek. Ti vagytok a lúzerek! Diana, you're the one who's there!